Ilyen állapotban van már a Dali tetőszerkezete, jól látható, hogy a régi cserepek és tetőlécek eltűntek, helyükre új, modern elemek kerültek. A Dali felújítása jó ütemben halad. Horváth Riár polgármester az építkezésen azt tapasztalta, hogy minden tervszerűen alakul a korszerűsítéssel kapcsolatban. A munkálatok még februárban kezdődtek el, akkor a falakról a teljes vakolatot leverték, falakat bontottak meg, de azóta kicserélték a teljes vízvezeték és elektromos hálózatot is. Idén a koronavírus helyzet az rendkívüli kihívások elé állította az önkormányzatokat is, így 60 város esetében is igen komoly spórolást, beosztást kell, hogy végigvigyünk ebben az évben. Ennek ellenére azok a projektek, amelyeket elindítottunk, azok megfelelő módon működnek és haladnak. Ez igaz a könyvtárra, hiszen aki arra jár, láthatja, hogy már milyen gyönyörű és szép lett az épület. És igaz a Dalira is, hiszen most itt vagyunk és látjuk, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak. A gépészet, villanyszerelés folyamatos, itt a lábunk alatt már a padló fűtés is be van szerelve, és most éppen a leglátványosabb elem az, hogy a szakemberek a tetőt újítják föl. Mindemellett megújul a teljes színháztér, a szakemberek új helyiségeket alakítanak ki, korszerűsödnek a vizes blokkok is. Mindezeknek köszönhetően a jövőben nagyobb publikumot tudnak majd fogadni az intézményben, és a helyi civil szervezetek is méltó helyen tudják megszervezni foglalkozásaikat, összejöveteleiket. A felújítás érinti a Dali közvetlen környezetét is, így új parkolókat is kialakítanak az intézmény körül, valamint a létesítmény udvara is megszépül. A tervek szerint évvégére befejeződhet az építkezés.